Mindenkit remélem a hangszoróból is hallatszódok, nem csak így pusztán, gondolom én, király. Nem tudom, azon gondolkoztatok-e már, hogy miért van az, hogy szerdánként ilyen mechanikusan mindig átmegyünk két fejezeten a Biblián, és ez már így van nem tudom hány éve. Miközben mondjuk vasárnap ilyen tematikus tanítás van, vagy sorozatok vannak, vagy ha megyünk is végig a Biblián, mi is ilyen kisebb részeket, sokkal alaposabban nézünk meg. Hogy lehet az, hogy szerdán mindig ilyen két fejezeteket szépen megyünk sorba? Én már nagyon régóta gondolkozom ezen, és aztán rájöttem, hogy ez azért van, hogy ez egy amit szerdai istentiszteletnek nevezünk, vagy bibliaórának, az nagyon jó képe kellene, hogy legyen a mi mindennapi egyéni csendességeinknek. Mert hogy szerintem nagyon jó lenne, és ezt magamnak is mondom, nem csak nektek, hogyha reggel fölkelve, kávét ragadva, nem csak annyit csinálok, hogy gyorsan elolvasok egy vagy két fejezetet a Bibliából, ahogy így haladok tovább, hanem tök jó volna az, hogy azt csinálnám, amit itt szerdánként, hogy van egy kis dicsőítés, ugye menjetek be kapuin hálaadással, Isten elé megyünk dicsőítéssel, utána nyitott szívvel az igét elolvasni, és utána így átgondolni, vagy utána járni, utána nézni a dolgoknak, adott esetben megnézni a kereszthivatkozásokat, tehát így tényleg így elmélyülni az igében. De hogyha valaki nem is feltétlenül akar így teljesen utána járni mindennek, hiszen az elég hosszadalmas volna, de akkor is valahogy ilyen imádságos szívvel, így odafigyelve az igére, sokkal többet tudnánk nyerni a mindennapos csendességeinkből, mint ahogy, nem tudom ti, hogy szoktál, ahogy én szoktam, hogy így félig kómába kávéval a kezembe, hogy végigolvasom azt a mit tudom én két fejezet, amit kell. És én azt is gondolom egyébként, hogy nem muszáj így a mindennapokban állandóan, tehát nem muszáj azt csinálni, hogy az ember minden évben elolvassa újra és újra a Bibliáját. Ugye vannak, akik ezt csinálják, hogy egy év alatt a Biblián keresztül elolvasom. Hogyha még soha nem olvastad a Bibliádat, akkor azt érdemes. Egyszer vagy kétszer érdemes az egész Bibliát így átolvasni, ilyen nagy sebességgel, mondjuk egy év alatt. De hogyha már olvastad a Bibliát egyszer vagy kétszer, akkor érdemes lelassítani. Nem muszáj, mert hogyha el akarom olvasni a Bibliát egy év alatt, az nagyjából 4 fejezet egy nap. És azért az nagyon sok 4 fejezet, ha belegondoltok, hogy mondjuk 4 fejezet a hegyi beszéd. Gondold el, hogy abban mennyi cucc van, és akkor elolvasom reggel, hogy boldogok a lelki szegények, és azzal fejezem be, hogy a hegyi beszéd mivel ér vége? Ha én tanítok, akkor figyelni kell. Én tanár vagyok. Így van, a sziklára építem a házamat. Így van. Aki gyerektáborról volt nyáron, az jobban tudja ezt. Pontosan. Így van. És akkor az egészet, ami benne van, az így egy reggel egy kávé mellett eltolom. És hát azért ez egészen más, hogyha az ember így azt mondom, hogy csak elolvasom a boldog mondásokat egy nap. És akkor azon elmélkedek, és azon gondolkozok. És egyébként a csendesség az nem ér véget akkor, mikor becsuktad a Bibliát reggel, vagy nem tudom, este, vagy valami, hanem hogyha el tudsz mélyülni az igében, akkor igazániból az egész napodat az a néhány igevers, ami megragadott, az úgy elkíséri. Én azt szoktam csinálni, hogy a telefonon van egy program, hogyha ez a YouVersion, hogyha valami olyan igét alak, amit szól, akkor azt megcsinálom ilyen képnek, fölrakom a Facebookra, és akkor mindig ír két-három hölgy, hogy ámen, 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 és ez tök jó. De hogy azért az egész nap ott van bennem az az ige, ami így megragadott. Úgyhogy én arra bátorítanák benneteket, hogy kicsit hasonlóan éljétek meg a mindennapi csendességeteket, ahogy itt szerdánként szoktuk csinálni. Ezt közben lekapcsolom, hogy ne zavarjon, mert nem fog kelni. Szóval hasonlóképpen éljétek meg ezeket a mindennapos csendességeiteket, próbálok én is erre törekedni, mint ahogy ezt a szerda esti alkalmat csináljuk. És ezzel a lendülettel vágjunk is bele az igébe, de először még nem magába a konkrét igehelybe, hanem először nézzük meg az egészet egybe. Jó? Ezt a 4 Mózest. Mert ugye a 4 Mózes, ugye mi magyar protestánsok ugye megszoktuk a szerző alapján sorszámozni, hogy 1-2-3-4 Mózesben járunk. A katolikus testvéreink, meg a külföldi protestánsok gyakran ugye azt mondják a 4 Mózesre, hogy számok könyve, vagy numbers, mert hogy ugye van az elején is, meg a végén is egy népszámlálás. De sok zsidó csoportosulás egyszerűen azt mondja erre a 4 Mózesre, hogy a pusztában. Mert hogy igazániból a 4 Mózes arról szól, hogy mi történt Izrael népével a pusztában. És egy kicsit ezen gondolkoztam el ma, erről a pusztaságról, hogy is történt ez az egész pusztában dolog az Izraellel. Hogy nem az történt velük, hogy Egyiptomból Isten kivezette őket, és volt egy
tejjel mézzel folyó völgy, amiben átjutottak a tejjel mézzel folyó Kánaánba, vagy átjuthattak volna, de ugye ők eltévedtek, rossz útra keveredtek, és ezért keveredtek be a pusztába. Nem ez történt, hanem Istennek ez volt a célja, hogy belemenjenek a pusztába. Istennek nem is az volt a célja, hogy átjussanak olyan gyorsan azon a pusztán. Mert ugye tudjuk azt, hogy körülbelül azt az utazást egy karaván 11 nap alatt teszi meg. De tegyük fel, hogy egy hatalmas tömeg, ami mondjuk nagyjából 1,5-2 millió ember, tegyük fel, hogy egy hónap alatt átért volna azon a rövidebb úton. Emlékeztek-e arra, hogy miért nem a rövidebb úton mentek? Igen. Így van. Azt mondta Isten, hogy nem viszem őket a legrövidebb úton, mert hogy ott ilyen harcedzett népek vannak, hogyha arra megyünk rögtön, akkor ez a éppen kiszabadult, éppen csak független, még lelkében, gondolkodásában rabszolga nép megzuhanna. Úgyhogy nem arra viszem őket, hogy nehogy belefussanak ilyen csatározásba, hanem kerülünk egy picit. És igazándiból, amit a 4 Mózesben eddig olvastunk, az körülbelül az volt, hogy felkészültek, meg a 3 Mózesben is erről volt szó, ugye, hogy oda mentek a Sínai hegyhez, ott letáboroztak, és gyakorlatilag több mint egy évet ott voltak. Ott kempingeztek, sátoroztak, és mi történt ott? Két dolog történt, és hát két dolog akart Isten, hogy történjen. Az egyik az az, hogy odaadta nekik a törvényeit, ugye a 10 parancsolattal kezdődően, igyekezett megszervezni ott egy konkrét államszervezetet, tehát tulajdonképpen egy gyülevész bandából kellett egy országot megszervezni, vagy egy népet. A másik oldal viszont, amit még szükséges volt elvégezni Istennek az alatt az egy év alatt, hogy kimossa belőlük Egyiptomot. Ezt a kettő munkát végezte el Isten, vagy próbált elvégezni alatt a 40 év, vagy ez alatt az egy év alatt, vagy 1,5-2 év alatt, és onnan fogjuk majd nem sokára fölvenni a fonalat, hogy minden összeállt, minden kész, és elindultak. Szóval az volt a terv, hogy szépen összeállnak egy néppé, és szépen kimossa belőlük Egyiptomot Isten. Viszont majd fogjuk látni, hogy hát nagyon nem ez történt. Az volt a gond, hogy mi volt a gond? Visszavágyakoztak Egyiptomba. Nem sikerült igazán kimosni magukból Egyiptomot. Elkezdtek panaszkodni. Ezeket a részleteket fogjuk majd megnézni. És ez alatt ahelyett, hogy 1 vagy 2 évig maradtak volna a sivatagba, 40 évig kellett bóklászniuk ott a pusztában. Egyszerűen azért, mert engedetlenek voltak Istennel szemben, panaszkodtak Istenre, zúgolódtak Istenre, nem hittel indultak neki. Ugye amikor fölmérték, hogy mi van ott Kánaánban, akkor fölismerték, hogy nagy a baj, mert hogy nagy erős népek vannak ott, úgyhogy inkább nem. És 40 évig bókláztak a pusztában. Mit tudunk ebből levonni a saját életünkre? Hogyha az ember bejut valamilyen ilyen pusztába, akkor attól még nem azért történik, mert ő bűnös. Egyszerűen azért történik, mert Isten ezt akarja. Isten valamit formálni akar a pusztában. Éppen ezért nem szabad ilyen nagyon hirtelen átrohanni a pusztán, mint hogy 11 nap alatt átérjen az ember a pusztán, mert hogy akkor olyan nehézségekbe fut bele, olyan dolgokba fut bele, amire még nincs felkészülve. Ezért fontos az, hogy az ember türelmes legyen az ilyen pusztaság idején, de az is fontos, hogy amikor itt van az ideje, amikor Isten azt mondja, hogy készen van, akkor menni kell. Mert hogyha nem, akkor az ember egész életét eltöltheti ebben a pusztaságban. Nincsen vége a pusztaságnak. Na most, felmerülhet a kérdés, hogy mi egyáltalán ez a pusztaság így a keresztény gondolkodásban. Így kiabáljatok be jó hangosan olyan mellékneveket, vagy olyan szinonímákat, vagy olyan gondolatokat, amik szerintetek a pusztaságra igaz. Nehézségek. Hétköznapok. Nélkülözés. Betegség. Nagyon jó. Na nézzük. Nélkülözés, nehézségek, betegség. A hétköznapokat most kihagyom, bocsi. Ez a 3. A kérdés a következő. Izrael fiai a pusztában ezeket megtapasztalták-e? Nem. Nélkülözni nem nélkülöztek, mert nem voltak éhesek soha. Kapták Istentől a mannát.
Szomjazni nem szomjaztak soha, mert lehet, kicsit a hitüket így húzta, de mindig kaptak innivalót. Sőt, azt írja a Biblia, hogy még a ruhájuk sem kopott el, még a cipőjük sem kopott el 40 év alatt. Ha több mint 40 éves vagy, emlékezz vissza 40 évvel ezelőtti cipődre. Annak körülbelül hogy kéne kinéznie? Mondjuk, ha 40 éves még felnőtt voltál, képzeld el, milyen az a cipő. Tehát én nekem a 4 éves cipőm néz ki úgy, hogy ez. Ő nekik meg nem kopott el a cipőjük, nem kopott el a ruhájuk, nem volt senki beteg, hogyha beteg volt, megoldották, ugye meg volt rá a rendszer, és nem éheztek és nem nélkülöztek. Akkor miért van az, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez a pusztaság, ez a nehézség, de tudom én micsoda? Mert hogy rosszul gondoljátok. És egészen a mai napig én is rosszul gondoltam. És hogy olvastam ezt a részt, hogy ezen gondolkoztam, rájöttem, hogy igazándiból a puszta az nem a nélkülözés, a betegség, a nem tudom én micsoda, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy ingerszegény környezet. Isten, például a hétköznapok az embereknek lehetnek ingerszegény. Azért hagytam a hétköznapokat egyébként, így van. Szóval egyszerűen a puszta annyit jelent, hogy ingerszegény környezet. Isten fogta a népét, és kivette abból az ingergazdag környezetből, ami Egyiptomot jelenti, a világot a mindenféle csábításra, vizével, plusz ugye nyilván a negatív részét is elvette, hogy a rabszolgaságot, és elvitte, hogy a népével beszéljen. Ha visszaemlékeztek, Jézussal ugyanez történt. A lélek indítatására 40 napra kiment a pusztába. És ugye ez van is a Bibliában, az a 40 nap, ami a zsidóknak 40 év. 40 napra kiment a pusztába. Ha belegondoltok, Isten nem szokott senkit se szivatni, de a fiát az biztos, hogy nem. Tehát nem azért vitte ki Jézust a sivatagba, a pusztába, Isten, hogy ott nélkülözzön, meg éhezzen, meg szomjazzon, nem tudom, mit csináljon, hanem azért, hogy elvigye egy ingerszegény környezetbe, ahol nem volt ott körülötte a város, nem voltak a városnak a látványosságai, nem volt ott a város zaja, sőt, azt csinálta Jézus, hogy még tovább fokozza az ingerszegény környezetet, elkezdett böjtölni. És böjtölni nem azért böjtölt, hogy éhes legyen, nem azért csinálta azt, hogy ezáltal közelebb kerüljön Istenhez, olyan értelemben, hogy az ember nem azért böjtöl, hogy amit ő kigondolt, hogy mi legyen, azt elérje Istennél, mert hogyha az ember azért böjtöl, azért nem eszik, hogy valamit elérjen, azt hogy hívják? Éhségsztrájk. Az éhségsztrájk az nem böjt. A böjt arról szól, hogy szándékosan ingerszegény környezetbe viszem el magamat, és ebbe az étkezés is beletartozik olyan értelemben, hogy ne élvezzem az ételt, vagy az italt, vagy ilyesmit. És akkor, hogyha ezek megvannak, akkor vagyok kint a pusztában, és ebben az ingerszegény környezetben tud Isten szólni. Ahogy Izrael népének szólt, odaadta nekik a törvényeket, a sok-sok minden, ingerszegény környezetben. Ugyanúgy Isten tud hozzánk is szólni ebben az ingerszegény környezetben. Ez az ingerszegény környezet nyilván sok mindenkinek jelenthet sok mindent. Például nekem azt jelenti, hogy kapcsoljam ki a tévét. Az már egy nagy segítség nekem, ha ki tudom kapcsolni a tévét. Vagy még durvább, kikapcsolom a telefonomat. Tehát ezzel így elszakítom magam a világtól, rettenetes érzés, de tényleg... Hát odáig nem merek el. Odáig már nem tudok elmenni, hogy még a kávéfűzőt is kikapcsoljam. De valójában a puszta, ez az ingerszegény környezet, ahol Isten tud és akar hozzád szólni, és hogyha elmentél ebbe a pusztába, ebbe az ingerszegény környezetbe, ott valami történni fog. Tehát, hogyha szeretnél valami áttörést az életedbe, akkor el kell menni ebbe a pusztába, ebbe az ingerszegény környezetbe, de még egyszer mondom, nem azért, hogy kiharcold magadnak, amit te szeretnél, hanem azért, hogy tudjál hallani valamit Istentől. És mi van a pusztán túl? Az ígéret földje, és az amit kell csinálni? Elfoglalni és bevenni, így van. Tehát a pusztán túl nem a tejjel mézzel folyó kánoán van, olyan értelemben, hogy hátradőlök és akkor most már minden klassz, hanem azért megyek bele abba a pusztába, abba az ingerszegény környezetbe, hogy ott Isten szóljon hozzám, hogy tudjam, hogy mit kell csinálni. Hogy hogyan tudom az ő országát
növelni, hogyan tudom elfoglalni az ő országát, hogyan tudom egyre növelni az ő országát. Tehát ez a pusztában lévő lét sem öncélú, hanem az is arról szól, hogy hogyan tudom jobban szolgálni Istent. Mi Istennek a célja az életemmel. És ezért nagyon fontos azt is látni, hogy ha ennek a puszta időszaknak vége, akkor lehet menni dolgozni. És utána lehet, hogy az ember így elfárad, és akkor megint, tehát igazániból az a lényeg, hogy a pusztába vágyni kell. Az nem olyan, ó, te jó, így megyek a pusztába, ó, sokan csinálják ezt, hogy ó, menni kell a pusztába, ó, most a pusztába voltam. A pusztába lenni nagyon jó, ha belegondoltok, Istennel lenni nagyon jó. Csak egy tudatos döntés kell arra, hogy ezt a bizonyos ingerszegény környezetet meg tudjuk teremteni. Ezért van például az, hogy Dániel azt csinálta, hogy böjtölt, de nem úgy böjtölt, hogy nem evett, hanem nagyjából csak kenyeret meg vizet evett. És azzal egy csomó ideig el lehet lenni, meg nem az a cél, hogy nullára levágjam a vércukorszintemet, az felbukja két nap múlva, hanem az a cél, hogy inger szegény környezetet tudjak teremteni. Nos, akkor térjünk rá a mai ige részünkre, ahol megteremtődött ez az inger szegény környezet, Isten szólt a népéhez, és nézzük meg, hogy mi hogyan történt. Szóval a 4 Mózesben járunk, ha jól emlékszem, a 10-es és 11-es fejezetet fogjuk megnézni. Így van. Az az alcíme nála, hogy az ezüst harsonák. Ezután így beszélt az Úr Mózeshez. Készíts 2 harsonát, 55 ezüstből készítsd azokat. A közösség összehívására és a táborok elindítására valók lesznek azok. Amikor megfújják azokat, gyűjjön hozzád az egész közösség a kijelentés sátrának a bejáratához. Ha az egyiket fújják, meg gyűjjenek hozzád a fejedelmek Izrael nemzetség fői, ha pedig a riadót fújtok, induljanak el azok a táborok, amelyek keletre táboroznak. Ha másodszor fújtok riadót, induljanak el azok a táborok, amelyek délre táboroznak. Riadót kell fújniuk induláskor, de ha a gyülekezetet gyűjtitek össze, ne riadót fújjatok. A harsonákat Áron fiai, a papok fúják, örök rendelkezés legyen ez nátok, nemzedékről nemzedékre. Ha hadba indultok országotokban a benneteket szorongató ellenség ellen, akkor is ezekkel a harsonákkal fújjatok riadót. Akkor majd megemlékezik rólatok Istenetek az Úr, és megszabadultok ellenségeitektől. Fújjátok meg ezeket a harsonákat az örömnapjain, az ünnepeken és a hónapok kezdetén, amikor égő áldozatokat és béke áldozatokat mutattok be, és emlékeztetni fogják Istent rátok. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Szóval, a Karcsú szokta azt mondani, hogy van egy ilyen sejtésem, és nekem is van egy ilyen sejtésem, nem tudom igazán alátámasztani, próbáltam utána járni, de nem sikerült, nem találtam erre normális bizonyítékot, úgyhogy kezeljétek ilyen lazán, amit mondok. Erről az ezüstről, mert hogy az arany, az általában ugye Istennek a jelképe a Bibliában, a Szent Sátorban minden aranyból volt. Ugye a láda az aranyozott volt, a teteje tömör arany, a lámpatartó arany, a kenyerekasztala beborítva arannyal, a füstölőoltár arany. Kint az udvaron az áldozati oltár az bronzból volt, a bronz általában az emberi cselekedetek, az embernek a jelképe szokott lenni. És hogy az ezüst az nem igazán szerepel a történetben sehol sem, mint berendezés, hanem összesen csak azt találjuk ezüstnek, amit a nemzetség fők hoznak, ilyen áldozati tálakat, meg ilyesmit, amit áldozatul hoznak. Másrészt pedig azt találjuk ezüstnek, amit fizetnek az emberek saját magukért. Tehát ugye váltságdíjat fizetnek, ha jól emlékszem, 5 sékel volt, de az ezüstből volt. Tehát az ezüst az a fizetőeszköz volt. És én nemes egyszerűséggel arra jutottam, hogy ez Jézus. Az biztos, hogy jó válasz mindig ugye az iskolában, a bibliaiskolában, hogy Jézus. És hogy én arra azt gondolom, hogy ez az ezüst, ez Jézust jelképezi. Mert hogy az ember bronz vagy réz, és az aranyisten közötti átmenet az ezüst, az Jézus. Ráadásul a fizetség, amit értünk adnak, az Jézusnak a vére, amit ezüstön váltottak meg az ókorban, vagyis az Ószövetségben, és Jézusnak is ugye 30 ezüstöt fizettek érte. Szóval én arra jutottam, hogy az ezüst harsonák, azok Jézust jelképezik. Nem vagyok benne biztos, szerintem igen, de lehet, hogy meg tudják ezt nálam okosabbak cáfolni. Viszont magával, a harsonával kapcsolatban azért érdemes elgondolkozni, hogy van itt egy eszköz, ami mondjuk ezüstből van, és az égvilágon tulajdonképpen nem használható semmire, csak akkor,
hogyha a levegő megy rajta keresztül. Ugye ez a fúvós hangszerek mindegyikére szerintem igaz. Tehát, hogy az van, hogyha tényleg azt mondjuk az ezüst az Jézus, akkor a rajta átáramló levegő az így van, az Istennek a szent lelke. Tehát Jézus sem tudott semmit sem csinálni Istennek a szent lelke nélkül. Ez nagyon fontos dolog, hogy itt a Földön Jézus váltság halálán kívül azt mondta az ő dolgaira, hogy ennél ti sokkal nagyobb dolgokat is tudtok csinálni, mert én elküldöm a pártfogót, a szent lelket, és én ott leszek az atyánál is, könyörgök értetek. Ez azért nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy Jézus is mindent úgy csinált, amit az atya mutatott neki, nem így saját istenségéből. Ugye ez azt jelenti, hogy bármilyenvel is kell, hogy szembenézzünk az életünkben, ad hozzá erőt Isten. Tehát ugyanaz az erő, aki Jézusnak mutatta az utat, a Szentlélek, az ugyanúgy bennünk és bennünk él, tehát ugyanúgy nekünk is lehet ugyanarra erőnk, amit Jézus csinált, akár betegeket gyógyítani, akár prédikálni, evangelizálni, démonokat űzni, 5 kenyérből és 2 halból nem tudom hány ezer dolgot csinálni, tehát hogy mindenre van erőnk, ugyanaz az erőnk van, mint Jézusnak. És aztán, ha megyünk tovább, azt olvashatjuk alcímként, hogy elindulás a Sinai hegyről. A 2. év 2. hónapjának a 20. napján felszállt a felhő a bizonyság hajlékáról. Izrael fiai pedig elindultak a Sinai pusztából, és mentek a táborhelyről táborhelyre, míg meg nem állapodott a felhő Párán pusztában. És itt fel van sorolva, hogy kiment először, és így tovább, és így tovább. És ugye itt az első néhány fejezetben le van írva, hogy mit, hogy kell csinálni. És ugye az a lényeg, hogy a szent sátor van középen, ki merre, hogyan táborozik, utána hogyan kell elindulni, ki indul el először, ki indul el másodszor, stb. Utána, amikor megérkeznek az új táborhelyre, kipakol le, mit hova tesznek, hogyan állítják fel a tábort. És az van, hogy ezek az emberek ezt szépen megcsinálták. Újra és újra azt olvashatjuk, hogy tök úgy csinálták, hogy Isten mondta. De valamit mégis nagyon elszúrtak, mert hogy 40 évig bókláztak a sivatagban. És ugye erről már beszéltünk az előbb, hogy nagyon-nagyon elszúrták, pedig tök jól nézett ki a dolog. Ugye azt mondta Isten, hogy így csináljátok, és ők úgy csinálták. Mi volt a baj? Mi Izraelnek a feladata, vagy mi volt Izraelnek a feladata? Izraelnek az volt a feladata, hogy ami a szellemvilágban valóság, azt mutassa meg a fizikai világban. Ami átvitt értelemben értendő, azt ők játsszák el, mutassák el egy az egyben. Ugye azt mondja Mózesnek Isten, hogy amit a mennyben láttál, az alapján készítsd el a szent sátort, meg a mindent. Tehát ott az egy ilyen mintázat. De, ha mondjuk azt nézzük, hogy ugye az volt a feladat, hogy úgy legyen összerakva a tábor, hogy középen van a sátor, és körülötte az összes törzs, az minek volt a jelképe? Mondtam, fogok kérdezni. Az minek a jelképe? Igen. Ez annak a jelképe, hogy Izrael népének, az életének a középpontjában Isten legyen. Jó? Tehát azért állították fel így a sátrat, nem a elején volt, nem a végén volt, nem mellette táborozott, hanem körülötte, hogy az legyen a törvény, az legyen a legfontosabb, hogy Isten népe figyelmének a középpontjában Isten legyen. Oké? És ők ezt megcsinálták, azt a részét, hogy fizikailag ott volt, de pont a lényegét hagyták el. Nem csinálták meg azt, amire ez mutatott. Nem azt csinálták, hogy fú, tényleg itt Istenre kéne figyelni, akkor figyeljünk Istenre. Hanem, amit majd mindjárt olvasunk, hogy elkezdenek panaszkodni, meg stb. Isten népének tehát mindig az a dolga, amint Izraelnek, ez volt a dolga, hogy megmutassa a fizikai valóságban Istent, de azzal együtt neki meg kellett, hogy ismerje Istent. És hogyha nem ismerte Istent, akkor hiába mutatta meg fizikailag, hogy mi hogy van, hogyha a valóságban a szívük távol volt Istentől. És a proféták újra és újra ezt mondják el, hogy tök jó, hogy eljátszátok, hogy mit kéne csinálni, de a szívetek távol van Istentől. És Jézus ugyanezt mondta nekik, a farizeusoknak, hogy hiába adtok tizedet, ami tök jó, meg jól csináltok minden, de hogyha a szívetek távol van Istentől, akkor az egész nem ér semmit. Sőt, a tábor
közepében lévő sátor középpontjában ott volt a láda, abban a törvény. És ott van a 10 parancsolat, ami ugye azt mondja, hogy kezdődik? Én vagyok az Urad, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomból. És ugye úgy szoktuk folytatni, hogy ne legyenek faragott képeid, meg ne imádj hamis isteneket, stb. De van egy olyan fordítási lehetőség is, a héber ezt megengedi, az így szól, hogy én vagyok az Urad, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, ezért nem lesznek bálványaid, ezért nem lesznek faragott képeid, ezért tisztelni fogod az apádat és az anyádat, ezért stb. Stb. Tehát, hogyha Isten van a középpontban, Isten a lényege az életemnek, akkor ezek a törvények ebből automatikusan következnek. És ezt már ott elmondta Isten a legelején, az Istennel való szövetségben, hogy ez így működhet. Úgy nem fordítva nem működik, hogy így próbálom ráerőltetni magamra, hogy ne öljek, mert állítólag valaki egyszer azt mondta, ha Isten van a középpontjában az életemnek, akkor ebből ezek következni fognak. Hogyha nem, akkor nem. És még egy dolog eszembe jutott ezzel a fizikai megjelenés és az átvitt értelemmel kapcsolatban. Noel most nagyjából másfél éves, és már egész jól jár előre, meg ilyen szilárd talajon. Úgyhogy most azt a két dolgot tanítjuk neki, hogy Noel, ne hátrálj! Hogyha hátra megy, akkor előbb-utóbb fel fog bukni. Ha előre megy, még ha el is esik, leteszi a kezét, nincs gond. De ha megy hátra, akkor mocskos nagyot bír perecelni, ahogy tette is ezt már. Meg hogy csak szilárd talajra lépj. Mert hogyha rálép a kockára, vagy a labdára, akkor megint csak repül. És ugye ezzel egy szó szerinti dolgot tanítunk neki, de ugye azt szeretnénk, hogy majd elérjük azt is, hogy a lelkében is megjelenjen ez az igazság, hogy nem szabad meghátrálni, menni kell előre, és csak szilárd talajon álljon a lába. És ez tulajdonképpen ez Izraelnek a feladata is, vagy ez volt Izrael feladata, hogy ezt bemutassa, hogy aztán ebből megérthessék a népek, hogy milyen az Istennel való kapcsolat. És ehhez képest mennyire elszúrták. Nos, itt szépen vonulnak meg, ahogy kell, és aztán a 29-es versben Mózes ezt mondta Hóbábnak, aki a midjáni Reuelnek Mózes apósának a fia volt, mi elindulunk arra a helyre, amelyről azt mondta az Úr, nektek adom azt, gyere velünk, és mi jót teszünk veled, mert az Úr jót ígért Izraelnek. De így felel, nem megyek, inkább visszamegyek házamba rokonságomhoz. Mózes ezt mondta, ne hagyjál bennünket, hiszen te tudod, hol lehet tábort ütnünk a pusztában. Te légy a vezetőnk. Ha velünk jössz, akkor részesíteni fogunk abban a jóban, ami jót tett velünk az Úr. És itt nincs leírva, de később tudjuk, hogy ment velük ez az illető. Ez ugye feltetően a Jetrónak volt a fia. És hogy ez egy nagyon érdekes dolgot vett föl, az azt, hogy itt Isten népe segítséget kér egy pogánytól. És ez azért ilyen furán hangzik, hogy keresztényként segítséget kérni egy hitetlentő, ha az kéne még csak. Pedig azért nincsen arrogánsabb dolog annál, amikor a keresztény mindent tud. Ő neki nem kell segítség, ő mindent tud. És ez nagyon idegesítő tud lenni, hogyha az ember mindent tud. Mert hogy igazániból mi nem arra vagyunk el, hogy mindent tudjunk, hanem hogy ismerjük azt, aki mindent tud. Az nem ugyanaz, hogy én mindent tudó vagyok. Ezért, hogyha szégyellek segítséget kérni nem hívőktől, akkor az ilyen fura. Annál is inkább, mert hogy azzal, hogy Mózes itt segítséget kért ettől az embertől, egy olyan kapcsolatot épített, ami nyilván az Izraelnek is jó volt, de ez az ember, Jetrónak a családja, bekerült Isten népe közé. Azzal, hogy ő egy segítséget kért egy pogány embertől, ezzel hatalmas áldás zúdított arra az emberre és a családjára. Az Új Szövetségben melyik példa jó erre? Hogy valaki egy nem hívőtől, vagy egy pogánytól segítséget kér, és az egy hatalmas áldás lesz. Mi a válasz? Aki? Az biztos, hogy Jézus. Nagyon jó. Tehát Jézus segítséget kér egy pogánytól. Melyik ez a történet? Így van, a samáriai asszonytól kér segítséget a kútnál. Ugye úgy indul az egész beszélgetés, hogy figyelj már, húzzál már nekem vizet. És elindul egy beszélgetés, és ott Jézus kinyilatkoztatja azt, amit még a zsidóknak se, hogy ő a messiás.
Az az asszony megtér, és egy hatalmas nagy ébredés kezdődik Samáriában, az egész város odajön, és hallgatják Jézust. Onnan indult ki az az egész, hogy Jézus segítséget kért. Úgyhogy nem tudhatod azt, hogyha valakitől segítséget kérsz, nem hívőtől, az milyen lavinát indít el az ő életében, de az biztos, hogy nagy áldás lesz az ő életében. Menjünk tovább. Elindultak az Úr hegyétől háromnapi útra. A háromnapi úton előttük vonult az Úr szövetségének a ládája, egy pihenőhelyet jelöljön ki nekik. Az Úr felhője volt felettük nappal, amikor elindultak a táborból. Valahányszor elindult a láda, ezt mondta Mózes: kelj fel, Uram, szorodjanak szét ellenségeid, fussanak el előled gyűlölőid. Amikor pedig megállt, ezt mondta: telepedj le, Uram, Izrael ezreinek sokasságánál. Na, ennél nagyobb hülyeséget én már régen olvastam. Tehát, hogy elindul a felhő, ő vezeti őket, és erre azt mondja Mózes, hogy na, indulj. Mikor már rég elindult. Most mi ez az egész? Ez nagyon fura, nem? És utána megáll a felhő, és akkor azt mondja a ládának, hogy akkor jó, állj. Ez tök fura, nem? Viszont én azt gondolom, azt látom ebből, hogy az imádság az pontosan ugyanilyen. Mert hogy ha jól imádkozol, akkor úgy imádkozol, hogy az már az égben megtörtént. Tehát az történt, hogy az Úr mondott valamit, hogy ez így lesz, azt te megértetted, hangosan kimondtad, azért imádkoztál, és utána Isten megtette. Tehát ez az imádságnak a lényege. Ugye ilyen esetben nagyon furán néz ki, hogy egy már induló félben lévő valakinek azt mondja, hogy indulj, mintha én adtam volna az utasítást. De hogyha meglátod, hogy mi van mögötte az imádságban, hogy megérzed azt, hogy Isten merre mozdul, és azt mondod ki te is, akkor igazán az már nem is tulajdonképpen imádság, hanem profécia. Ezt értitek? Ezt szerintem sokszor mondtam már, de ez nekem nagyon-nagyon tetszik ez, hogy így bele simulni Istennek az akaratába az imádságunkkal, hogy ennyire ráérezzünk arra, hogy mit akar Isten, és azt így kimondani. És azt így imádságként is, úgyhogy Istennek így könnyű megcsinálni, ha eleve ezt akarta. Ez nagyon könnyű így. És ezért fontos az, hogy reggelente így elmélyüljünk, vagy én reggelente, de akár esténként is lehet, hogy elmélyüljünk Istennek az igéjében, Istennek a jelenlétében, mert hogy ott tudunk kapni ilyen kijelentést, ami megmutatja, hogy hogy imádkozzál, ami megmutatja, hogy mit csináljál. Hogyha csak így ilyen hangos csörömpölések közepette éled az életedet, és nem tudsz elcsendesedni, nem tudsz a pusztába kimenni, nem hagysz időt Istennek arra, hogy téged így formálgasson, meg hogy szóljon hozzád, akkor soha nem tudsz így imádkozni. Soha nem tudsz ennyire belesimulni a Istennek a tervébe, hogy már szinte fura, hogy kimondod, ami történik. Hát, aztán jön a neheze. 11-es fejezet. Gyakorlatilag, amit itt most Mózesről elmondtunk, ennek a teljes ellentéte a nép. Egyszer a nép siránkozott az Úrnak, hogy rosszul megy a sora. Az Úr pedig meghallotta, és haragra gerjedt, földgyulladt elnök az Úr tüze, és belekapott a tábor szélébe. Ekkor a nép Mózeshez kiáltott, Mózes pedig imádkozott az Úrhoz, és elaludt a tűz. Ezért nevezték el ezt a helyet Tabérána, mert felgyulladt elnök az Úr tüze. De a közöttük lévő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában, ezért Izrael fiai újra siránkozni kezdtek, és ezt mondták: ki tart jól bennünket hússal? Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, pórihagymát, vöröshagymát és fokhagymát, most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk mannán kívül. Szóval a nép elkezdett síránkozni, hogy rosszul megy a sora. Pedig épp az előbb beszéltünk arról, hogy Isten teljesen ellátta őket. És a négyesben a közöttük lévő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában. Kik ezek a gyülevész nép? Amikor Izrael kijött a Egyiptomból, akkor mentek velük olyan emberek is, akik nem voltak zsidók egyáltalán, csak úgy felvették ezt a kulturális szokást. Feltehetőleg ők is bekenték az ajtófának ajtófát vérrel, bárányvérrel, hogy ne halljon meg náluk se senki. Tehát valamiféle hitük azért volt valami transzcendensben, aki ezt megcsinálja, de nem voltak zsidók.
vagy pedig valahogyan összekeveredtek zsidókkal, tehát mondjuk félig zsidók voltak, félig valami más, mondjuk egyiptomiak, vagy ilyesmik, vagy valami más népek, és ezért hívják őket ilyen gyülevész népnek, vagy ilyen félvér népnek. Hogyan tudnánk ezt megfeleltetni a keresztény valóságnak? Tehát az egyik fele az az a népcsoport, akik úgy felvették kulturálisan a szokásokat, hogy így itt mondunk áment, itt kiabáljuk be, hogy halleluja, vagy itt állunk fel, itt ülünk le, itt kell keresztet vetni, itt kell nem tudom mit csinálni. Végig mennek ezeken a kulturális szokásokon, de a szívüket nem érintette meg Jézus. Az életüknek a középpontjában nem Jézus van, hanem jellemzően saját maguk. A másik csapat, akik félig zsidók, félig nem zsidók, azok pedig azok az emberek, akik így kétfelé sántikálnak. Tehát van már bennük zsidó vér, már úgy meg vannak térve, vagy valami ilyesmi, de valahogy az életük közepén megint csak nem Jézus van. Tehát ő nekik volt már valamiféle megtérés élményük, de nem Jézus áll az életük középpontjában, ezért nagyon gyakran panaszkodnak. Ez a közös a dologban, hogy panaszkodnak. Úgyhogy ha azt látod, hogy valaki sokat panaszkodik keresztényként, akkor tudhatod, ott valami gond van. Nyilvánvalóan van helye a panaszkodásnak, hogyha az embernek fáj valamilyen, vagy valami baja van, akkor nyilvánvalóan nem kell feltenni ilyen örök mosoly arcot, hogy minden rendben van, halleluja testvérem, mert ez ugyanúgy kulturális szokás, mint bármi más. De ha valaki folyton csak panaszkodik, vagy ha valakivel beszél, és előbb-utóbb biztos, hogy valami elégedetlenség van a szívében, azt látod, akkor ott valami ilyesmi dolog van, hogy ő ehhez a gyülevész néphez tartozik. Vagy csak kulturális keresztény, vagy pedig valami a szívében nincsen elrendezve Jézussal, nem ő van a középpontjában. És én nagyon sokszor tapasztaltam ilyet, hogy elkezd panaszkodni, és látom azt, hogy valahogy ott valami nem stimmel. Ehhez képest meg vannak emberek, akik olyan döbbenetes dolgokon mennek keresztül, és egyszerűen így megerősödve jönnek ki. Nem az van, hogy végig morgolódja, panaszkodja, hanem nyilván kiadja a bánatát, hiszen a Zsoltárost is látjuk, Dávid is mennyit panaszkodott, kiadta Istennek a bajait, de hogy azzal úgy rendben volt, kitisztult, és utána szabadon tudott lenni Istennel. Az ilyen típusú emberek, akit ilyen gyülevésznépnek ír, aki mindig csak panaszkodna, azokat nagyon-nagyon megtéveszti az ördög. Azt is megmutatom, hogy miért. Figyeljük meg azt, hogy itt azt mondják, hogy ki tart jól bennünket hússal. Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, porjágymát, vörösel, fogat, stb. Tehát amit így olcsón ettek, abban nem volt hús. Tehát valójában ők soha nem ettek húst, nagy valószínűséggel az ókori Egyiptomban rabszolgaként rohadtul nem ettek húst. Tehát még az egyiptomiak se nagyon ettek húst, nemhogy ők. De hát ők egyből húst akarnak. Kicsit ez olyan, mint a még az édenkertben, amikor azt mondja az ördög, hogy nem ehettek egy fáról se a kertből. És akkor egyből, dehogy nem, hát ehető, tehát hogy ott egyből így magasra felteszi a mércét, ugyanez a magasra feltevés van, ez a hatalmas kívánság, hogy ó, bár csak ehetnénk húst, mi nem, kitart jól bennünket hússal. Lehet, hogy soha életükben nem ettek húst azelőtt, de ők egyből húst akarnak. És mi az, amire vágynak? Hal, uborka, dinnye, poréhagyma, vöröshagyma, fokhagyma. Tehát semmi olyan, ami igazándiból tápláló, de ilyen jó, erős íze van, ilyen póréhagyma, fokhagyma, stb. Mert hogy nem arra egyikük se arra panaszkodik, hogy ez a manna, ennek olyan szinten kevés a tápértéke, hogy 8-kor megeszem, 8:30-kor éhes vagyok. 10 órára úgy leesik a vércukrom, hogy egy lépésre bírok tenni, komolyan, hát be kell venni, van egyszer megbolond. Senki ilyet nem mond, mert hogy a manna, az egy nagyon tápláló valami volt, soha senki nem panaszkodott arra, hogy éhes. Arra panaszkodik, hogy nincs fokhagyma, vöröshagyma, meg póréhagyma, nincsenek ezek a nagyon erős ízek. Mert hogy a világnak ugye nagyon-nagyon ilyen erős impulzusai vannak. Hogyha belegondolsz, hogy mondjuk egy átlagos hollywoodi filmet mennyi impulzussal látnak el. Lehet érdemes volna megszámolni, hogy hány robbanás van egy átlagos filmben, vagy hány gyilkosság, vagy nem tudom micsoda. Ezek mind-mind ilyen nagyon erős impulzusok. Olyan, mint a pórihagyma, a fokhagyma, a vöröshagyma. Nagyon jó ízt adnak egy filmnek, de igazániból semmilyen tápértéke nincsen. Valójában ez a veszélye a világnak, hogy hatalmas nagy ilyen durranásokat csinál, hatalmas nagy ilyen ízeket, ízfokozókkal ellátva, de tápértéke nincsen.
mert hogy a manna olyan volt, mint a koriander, meg hasonló az illatos gyantacsepphez, a nép elszillett és úgy szedegette. Kézimalmon megőrölték, vagy mozsárban megtörték, azután fazékban megfőzték, és lepén készítettek belőle. Olyan íze volt, mint az olajos süteménynek. Amikor a halmat leszáll, éjjel a táborra, akkor szállt le a manna is. Tehát, hogy nem volt olyan különleges íze. Volt egyfajta jellemző íze, nagyon tápláló volt, nagyon hasznos volt, de nem volt ilyen különleges. És nagyon sokszor egy-egy Isten tiszteletről is azt várjuk, hogy ilyen különleges legyen, hogy a lélek megindul, és akkor összezuhanunk, sírunk, meg nem tudom én mik vannak. És én azt látom, hogy az ilyen élménykereszténység az jellemzően a szórakoztató iparral együtt fejlődött. Tehát 200 évvel ezelőtt senkinek eszébe nem jutott ilyen. Ha a lélek leszállt, akkor leszállt. Hogyha jellemző jelekkel, akkor azokkal. Ha nem, akkor nem. De amióta van a szórakoztatóipar, ezt át akarjuk hozni a gyülekezetbe is. Na jó, csak ahhoz kellene nagyjából egy olyan 1 millió dollár. Tehát azért egy átlagos hollywoodi filmet, ha 1 millió dollárból megcsinálnak, az még egy olcsó is. Egy gyülekezetnek nincsen 1 millió dollárja arra, hogy szórakoztassa az embereket. Sőt, erre nincs is szükség, mert hogy maga Isten az, aki táplálja a gyülekezetet. És lehet, hogy nem olyan látványosan, meg nem olyan nagyon ízesen, mint ahogy azt szeretnénk, de az biztos, hogy tápláló, és a pusztában is kitart. Úgyhogy Mózes meghallotta, hogy nép síránkozik, kiborul, most ezt nem olvassuk fel, Istenhez fordul, hogy inkább hagyjuk az egészet, viszont Istennek erre az egész dologra két megoldása van. Az egyik megoldás, most átlapozzuk az első megoldást, és átlapozunk a másik megoldáshoz. A másik megoldás az a 11.31-ben van. Akkor az Úr szelet támasztott, amely a tenger felől fűrjeket sodor, és lehultak a táborra. Innen is, onnan is, egy napi távolságban a tábor körül, két könyöknyire a föld színén. Jó, ez nem azt jelenti, hogy két könyöknyire a föld színén borítva volt a tábor ezekkel a fűrjekkel, hanem egy hatalmas fűraj két napig folyamatosan ilyen magasságban szállt, és annyit kapkodtál, amit akartál. Jó, tehát azért az eléggé megbüdösödött volna annyi. Jó, nem csak úgy el lehetett kapni. Mondjuk, aki keveset gyűjtött, az is gyűjtött 10 ómert. Sűrűn kiterít azokat a tábor körül, de a hús még a fogok között volt, még meg sem rágtál, még az Úr haragra gerjedt a nép ellen, megvert az Úr népet igen nagy csapással, és így tovább. Tehát Isten azt mondta, hogy hús kell? Oké, itt a hús. De körülbelül azzal a lendülettel, hogy mikor az anyánál elszakad a cérna, hogy állandóan csak rágják a fülét, hogy csokitorta. Jó, akkor csinálunk reggelire csokitortát, ebédre csokitortát, vacsorára. És a harmadik nap már mindenki megőrül, hogy valami mindegy, puszta kenyeret, csak ne csokitortám. Jó, hogy rázódítja a népre ezt a rengeteg húst. De nem jó kedvében, nem azért, mert így találja jónak vagy helyesnek, hanem abból a rettenetes elgondolásból, hogy legyen meg a te akaratod. Annál nagyobb csapás egy emberre nincsen, ha Isten azt mondja neki, hogy legyen meg a te akaratod. Annál nagyobb szörnyűség nem történhet egy emberrel. Viszont az igazi megoldás az nem itt van. Az igazi megoldás, egy picit visszalapozok. A 16-os verstől van az igazi megoldás. De nagyon fontos az, hogy ez itt, amikor panaszkodik a nép, akkor hozza ezt ide be, hogy azután ezt mondta az Úr Mózesnek, gyűjts össze 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és előjárói. Vidd el őket a kijelentés sátrához, és állnak föl ott veled. Akkor leszállok, és beszélek ott veled, elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, hogy velük együtt hordozzák a nép terhét, és ne magad hordozd azt. Tehát Istennek a válasza, vagy az igazi megoldása ezekre a panaszkodásra, hogy még többet ad a Szent Lelkéből. És mindig újra és újra ezt fogjuk látni, hogy Istennek ez az igazi megoldása minden panaszra, hogy még többet ad a Szent Lelkéből. És utána olyan szinten, hogy ami a 28-as versetben van, vagyis kicsit 26-osban, hogy két férfi azonban a táborban maradt, az egyiknek Eldád, a másiknak Medád volt a neve, rajtuk is megnyugodott a lélek, mert ők is összeírottak között voltak, de ők nem mentek ki a sátorhoz, hanem a táborban prófétáltak. Tehát, hogy még azok is, akik nem mentek oda, hogy összegyenek, hogy megkapják a lelket, még azok is megkapták a lelket. Tehát, hogy egyáltalán nem azokon az embereken múlott, azoknak az embereknek a teljesítményén, azoknak az embereknek a nem tudom, odaszántságán, hanem egyszerűen Isten
őket választotta, és nekik adta a szent lelkét. És ez ugyanúgy igaz ránk is, hogy amikor mi megtértünk, nem azért tértünk meg, mert mennyire ügyesek és okosak voltunk, hanem egyszerűen azért, mert Isten bennünket választott. És ez azért nagy segítség, hiszen nem kell semmit sem elérni ahhoz, hogy Isten bennünket kiválasszon. És az a vége ennek a résznek, hogy ugye elkezd Józsué panaszkodni. Akkor megszólalt Józsué, Nú fia, aki ifjúkorától fogva Mózes szolgája volt, és ezt mondta, Uram, Mózes, tiltsd meg nekik, mármint hogy profétáljanak ugye ez a két ember. De Mózes ezt mondta neki, miért vagy ilyen féltékeny? Bárcsak az Úr egész népe profétálta volna, proféta volna, és neki is adná lelkét az Úr. Nekik is adná lelkét az Úr. Ezután Mózes visszavonult, és így. Tehát Mózes nagyon-nagyon jól látta, hogy még ez is kevés lesz. A 70 vénnek tök jó, hogy megkapták Isten lelkét, de kapja meg mindenki. És ez abszolút Istennek a vágya volt, ez abszolút Istennek a szándéka volt, és ugye ezt el is mondja Joel profétánál, hogy az utolsó napokban mindenki profétálni fog, mindenkire kiárasztom Istennek a lelkét, és ugye ezt tapasztalják meg pünköstkor, ezt ismeri fel Péter, és el is mondja, hogy ez van megírva Joelnál. Nem be vannak rúgva ezek az emberek, hanem ezt már Joelnél megmondta Isten, hogy mindenki, aki hívő lesz, az kap az ő lelkéből. És már itt ez a vágy megjelenik Mózesben, hogy bárcsak mindenki megkaphatná Isten lelkét. Mert akiben Isten lelke van, és Isten lelke eluralkodik rajta, ott nem lesz panaszkodás, mert nincsen oka az embernek panaszkodásra. Mert hogyha Istent tudjuk ilyen módon az életünkben középpontba helyezni, ahogy ugye a tábor közepén ott volt Isten, akkor Isten lesz a középpontban. És ha Isten lesz a középpontban, akkor nincsen panaszkodás. És ez nagyon, nagyon izgalmas, hogy ez már az indulásnak a legelején ezzel szembesülnek, és végül ezzel telik gyakorlatilag az egész 4 Mózes, hogy az emberek, a nép, ezek a gyülevész népek mire, hogyan, kire, miért panaszkodnak. Gyakorlatilag lehetne a 4 Mózes nem a pusztának a könyvének hívni, hanem a panaszkodás könyvének. Viszont mindig van maradék, itt most ez az esetben ez a 70 maradék, aki Isten lelkét kapta, és meg vagyok arról győződve, hogy ők többé nem panaszkodtak. Úgyhogy, ha Isten lelke benned él, nagy valószínűséggel te sem fogsz panaszkodni. És a másik irány is igaz, ahogy az előbb mondtam, hogyha sokat panaszkodsz, vagy azt veszed észre valakiről, hogy sokat panaszkodik, akkor tudhatod, hogy ott Isten lelkével, vagy Istennek a dolgaival valami nem stimmel. Összefoglalva tehát, a puszta az nem rossz hely, hanem a puszta az csak a ingermentes környezet, ahol Isten tud szólni. Isten azért visz abba a pusztába bele, hogy ott szólhasson hozzád, és neked van lehetőséged arra, hogy panaszkodj, mint ahogy ők ezek itt panaszkodtak, és van lehetőséged arra, hogy belesimulj Isten akaratába, Isten szent lelke által, és akkor nem 40 évig fog tartani ez a hosszú ingerszegény környezet, hanem mondjuk 1-2 évig, vagy még jóval kevesebbig, és utána tudsz belemenni az ígéret földjére, el tudod foglalni azt a részt, amit Isten rád bízott, el tudod foglalni azokat az erősségeket, azokat a dolgokat, amiket Isten rád bízott, el tudod végezni azokat a dolgokat, amiket Istennel el kell végezned. Úgyhogy még egy utolsó gondolat a legelejéhez. Ugye azt mondtam, hogy az a legjobb része, vagy az a jó a napban, hogyha a csendességet így elmélyülve végezzük, és ugyanúgy, ahogy ezek a szerdei alkalmak szoktak lenni. Én hozzátennék még egy dolgot. Én tanár vagyok, arra jöttem rá, hogy akkor tudja az ember legjobban magáévá tenni a tananyagot, hogyha azt tanítja. Azt mondják, hogy volt egy fickó, aki mondta, hogy 2 hétig egy földközi tengeri hajóúton együtt utaztam Albert Einsteinnel. Ez a 2 hét alatt folyamatosan a relativitás elméletét magyarázta nekem. És a második hét végére azt láttam, hogy most már teljesen érti. És hogy igen. És hogy ez az utolsó gondolatom ehhez, hogy amit így Istennel elsajátítottatok, amit így Isten ebben a csendességben, ingerszegény környezetben, pusztában elmondott nektek, azt ne tartsátok meg magatoknak, hanem osszátok meg másokkal is. Osszuk meg egymással, különböző beszélgetésekben, és adott esetben nem hívőkkel is, amit úgy gondolod, hogy ők azt megértenek. Úgyhogy erre bátorítok benneteket, hogy így zárjátok a csendességeteket, hogy mondjátok el ezt másoknak is. Amen. Imádkozzunk.
Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te olyan Isten vagy, aki közel akarsz jönni. Közel akarsz jönni, és aki közel enged magához, azzal hatalmas dolgokat vagy képes cselekedni. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy láthattuk Mózesnél, hogy milyen alázatos ember volt, betöltötted a te szent lelkeddel, és ő mégsem volt féltékeny, amikor még 70 ember is ugyanúgy betöltekezett a te szent lelkeddel, hanem azt kívánta, hogy minden ember, bárcsak Izraelben, betöltekezni a te szent lelkeddel. Úr Jézus, kérlek arra, hogy hagyd tudjon minden ember betöltekezni ebben a teremben a te szent lelkeddel. Kérlek, Uram, hogy a gyülekezetünkben hadd tudjon minden ember betöltekezni a te szent lelkeddel. És Uram, itt a szegedi gyülekezetekben egyre több és több ember tudjon hagy betöltekezni a te szent lelkeddel. És Uram, kérlek arra, hogy hagyd terjedjen a te szabad, a te igéd ebben a városban, ebben az ország részben, hogy hatalmas hangod és hatalmas szavad hallható legyen minden embernek a szívében és a fülében. És Urunk, kérlek bennünket, hogy használj arra, hogy ezt az örömhírt elvihessük mindenfelé. Hadd tudjuk egymást bátorítani a te igéddel, és azokkal a tapasztalatokkal, amiket te adsz nekünk, és hadd tudjuk hirdetni a nem hívőknek is, hogy milyen hatalmas a mi Istenünk. Jézus Krisztus nevében. Amen.